agrárcenzus közel 750 ezer mezőgazdaságban dolgozó vállalkozót érint a Központi Statisztikai Hivatal összeírása. Csúcson a diákhiteligénylők száma, nyáron több változás is életbe lép és új forma is elindul. Nemzetközi program a Tisza védelmében több mint 170 millió forintos program indul, amely a folyót és a vízgyűjtő területét is érinti. Az online kitöltési szakasszal elkezdődött a Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő országos adatfelvételét a koronavírus járvány miatt két részletben hajtja végre a hivatal. Internetes válaszadással hónap végéig van lehetőségük a gazdáknak. Az agrárcenzus a népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés. Hazánkban összesen körülbelül 750 ezer személyt érint. Ilyen mezőgazdasági összeírás 10 évente hajtanak végre a világ minden táján. Az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A Központi Statisztikai Hivatal kérdőjében keresztül gyűjt adatokat a használt földterület nagyságáról, az állatállományról, illetve a gazdálkodási módszerekről, de fontos információ a gazdálkodók kor összetételének és mezőgazdasági végzettségének alakulása is. A koronavírus járvány miatt a most esedékes adatszolgáltatást két lépcsőben végzik el. Az internetes válaszadás ezekben a hetekben zajlik. Most online felületen leheti június 5-től a 30-áig, és akinek nem sikerül ezt elektronikusan feltölteni, bár a falugazdászok mindenkinek segítséget nyújtanak ebben, ha felkeresik a falugazdászokat, azokat majd a falugazdászok meg fogják keresni szeptember 15-től november végéig, 29-ig, és akkor személyesen kell ennek az elkerülése lehetne, vagy el lehetne kerülni ezt a személyes találkozást, akkor minél többen online felületen töltenék ezt fel. Az agrárcenzus sokat segít a magyar kormány és az Európai Unió számára is abban, milyen módszereket érdemes megtartani és továbbfejleszteni a mezőgazdaságban. Rácz Imre elmondta. Magyarország szerencsés helyzetben van. Egy átlagos évben ugyanis a lakosság 2,5-szerese ellátható, itthon megtermelt és előállított alapvető élelmiszerekből. A Kamara megyei elnöke ugyanakkor hozzátette, a járványhelyzet bebizonyította, hogy a nemzetközi kereskedelem lassulása miatt végesek lehetnek a készletek, így érdemes hosszabb időintervallumban gondolkodni. Mindenképp arra törekedni kellene Magyarországnak is, hogy önállható legyen, és legalább annyit termeljük meg minden termékből, amennyi hazai szükséglet, hogyha egy ilyen járvány adódna, mint ami most előttünk van, hogy benne vagyunk, vagy remélem már kifelé menjünk belőle, akkor ne okozzon olyan problémát, hogy a külföldről hozott áruknak esetleg ott a szabályozása behozata korlátozott legyen. Én erre gondolok, és ezért is tartjuk a gazdálkodók nagyon fontosnak, hogy ebből egy képet kapjunk. Az adatszolgáltatást egyébként kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Azokat az egyéni gazdálkodókat, akik nem élnek az online kitöltés könnyebbségével, összeírók fogják felkeresni. Ez az előzetes tervek szerint szeptemberre várható. Év végéig akár 40 ezerre is nőhet a diákhitelt újonnan igénylők száma, az általuk kért összeg pedig 30 milliárd forintra emelkedhet. A hallgatóknak nyártól több változása is fel kell készülniük, emellett augusztusban jelesedik a struktúraváltó felnőtt képzésekben résztvevők számára elérhető új forma is. Soha nem látott népszerűségnek örvendenek a diákhitelek. Az év eddigi részében több mint 60%-kal igényelték többen a szabad felhasználású diákhitel egyet, mint tavaly ugyaneddig, míg a képzési díjra fordítható kettes számú verzióra 30%-kal nőtt az igény. A május eleje óta elérhető kamatmentes szabad felhasználású diákhitel plusz pedig több mint 13 ezeren kérték. Közülük 10 000 igénylőnek már folyósították is a kért összeget. Úgyhogy azt látható, hogy ez a tendencia marad a diákhitel központnál, akkor idén mindegy 40 ezer új ügyfél számára tudunk valamilyen segítséget nyújtani. Több mint 30 milliárd forint értékben fog a diákhitel központ kölcsönöket, hiteleket nyújtani a hallgatók számára. Ezzel azt lehet elmondani, hogy 2001 óta nem volt ilyen magas kihelyezése a diákhitel központnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében a diákhitel központ és a kormány célja jelenlegi helyzetben az,
hogy ne nőjön a felsőoktatási lemorzsolódás anyagi és pénzügyi okok miatt. Azt látni kell, hogy a járvány okozta gazdasági helyzet miatt nagyon sok diák veszített el hirtelen a diák munkáját, vagy a gyakornoki munkáját, több mint 30%-uk egyébként. Nekik nyújthat egy gyors, és remélhetőleg csak átmeneti segítséget ez a diákhitel plusz, ami bevezetésre került. A napokban arról is döntés született, hogy továbbra is mélyponton 1,99%-on marad a diákhitel egy kamata, és a következő fél évben is kamatmentesen vehető fel a diákhitel 2 és plusz. A járványhelyzet idején utóbbi bevezetése mellett arról is döntött a kormány, hogy a hallgatók az előző fél évre visszamenőlegesen is igényelhették a diákhitel egyet. Ezzel a lehetőséggel több százan éltek is. A vezérigazgató elmondása szerint, akik az utolsó napon június 15-én kérték, két héten belül megkapják az összeget. A diákhitel pluszt nyáron is lehet igényelni. A hiteleket felvenni készülőknek több nyáron életbe lépő változásra is fel kell készülniük. Augusztus 15-től több mint duplájára emeli a diákhitel egyben a havonta igényelhető összeget. Ez eddig 70 ezer forint volt havonta, és most augusztus 15-től 150 ezer forintra emelkedik. Ami nagyon fontos, hogy a diákhitel plusznak van egy másik lába is, ami augusztus közepétől fog élesedni, hiszen a kormány arról is döntött áprilisban, hogy 1,2 millió forintot kaphatnak szintén szabad felhasználásra, szintén kamatmentesen azok a hallgatók, akik a struktúraváltó felnőtt képzésekben fognak részt venni. Ezekről a képzésekről bővebb információt az Innovációs és Technológia Minisztérium fog rövidesen közzétenni. Tehát akik ezekben a felnőtt képzésekben fognak indulni, jellemzően egyébként ezek államilag támogatott ingyenes képzések lesznek, ott még a hallgatók kaphatnak 1,2 millió forint diákhitel plusz is a diákhitel központtól. Magyar Péter emlékeztetett arra is, hogy az édesanyáknak a második gyermek után elengedik a diákhitel tartozásuk felét, illetve a harmadik gyerek megszületése esetén a teljes összeget. Ennek köszönhetően tavaly több ezer anyuka mentesült több milliárd forint megfizetése alól. 505 ezer euróból, vagyis több mint 170 millió forintból indult el három ország együttműködésével egy két éves program, amelynek keretében felmérik a Tisza, a mellékfolyói, valamint az egész vízgyűjtő területének ökológiai állapotát, és amelynek eredményei hozzájárulhatnak a folyó természeti értékeinek megőrzéséhez. A Feti vízik térkameráinak képein jól látszik, hogy hulladék úszik le a Tiszán, Vásárosnaménynál pedig már ezekkel a gépekkel szedték le a jellemzően Ukrajnából érkező szemetet. Ezek nagy része kommunális hulladék, műanyagpalackok és zacskók. A felső Tisza vízgyűjtő ökológiai állapotának értékelése a monitoring hálózat fejlesztése érdekében, intézkedési program kidolgozása a természeti értékek védelméhez megnevezési projekt éppen azért indult el három ország együttműködésével, hogy a folyó természeti értékei megőrizhetők és fejleszthetők legyenek, a lakosságot pedig szemléletformálással vegyék rá a Tisza értékeinek megóvására. Azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok ember számára fontos érzelme és gazdasági kérdés a Tisza és mellékfolyóinak az állapota. Ebbe a programba azért vágtunk bele, mert szeretnénk, hogy ezek az állapotok javulnának. A program lényege, hogy készülne egy állapotfelmérés a Tisza és mellékfolyóinak az ökológiai állapotáról, és annak megfelelően akkor közösen a partnerországi szervezetekkel meg tudnánk határozni, hogy milyenek azok a legfontosabb beavatkozási pontok, amivel tudunk javítani az élővilág állapotán, és a programnak fontos része egyébként a szemléletformálás is, hogy szeretnénk azt, hogyha minél több ember számára fontos ügy lenne a folyóvizeinknek az állapota. Azt gondolom, hogy minden ilyen projekt ezt képes lehet segíteni, és ezt segíti, akkor tudunk előrelépni, mert hogy feladat van bőven ezen a területen is. A kormány megbízott hozzátette, hosszú távú cél, hogy a Tisza és mellékfolyói ökológiai és turisztikai szempontból is egyre jobb állapotba kerüljenek, ehhez pedig újabb programokat is terveznek majd a most elnyert projekt megvalósítása után. 505 ezer euró forrás nyert el a kormányhivatal a partnerekkel közösen, ami egy ilyen 170 millió forintnak felel meg. 24 hónap alatt kell felhasználni ezeket a forrásokat. Mi szeretnénk eljutni odáig, hogyha ezt a programot megvalósítottuk, akkor újabb programokat legyünk képesek ezáltal generálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy most itt zajlik a Tisza áradása alkalmával a Tiszán hulladékoknak a begyűjtése, és itt a Tisza ökológiai állapotának a vizsgálata szorosan összefügg ezzel a munkával, ami a tavaly éven kezdődött meg. Bízom benne, hogy ezeknek a programoknak, vagy ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeképpen évről évre jobb állapotba tudjuk hozni a Tiszát és mellékfolyóit.
A felső Tisza az egyik legtermészetesebb szakasza a folyónak, azonban ahhoz, hogy ez továbbra is megmaradjon, és az élővilág biodiverzitását is el tudjuk érni, nagyon fontos a mostani felmérés, mondta el a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője, aki hozzátette, számos feladatot kell elvégezniük a következő 2 évben. Egyrészt a szennyező forrásoknak a feltárása, milyen szennyeződések érik itt a felső Tiszát, illetve mellékfolyóit. A halaknak, fitobentosznak, vidráknak, hódoknak a felmérése, tehát olyan Natura 2000-es jelölő fajoknak a felmérése, amelyek kiemelten fontosak, illetve emellett azoknak az invazív növényeknek is a felmérése, amelyek sajnos egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen a felső Tiszán, és veszélyeztetik a folyó élővilágát és a biológiai sokféleséget. Az osztályvezető hozzátette, a legtöbbet az ember tehet a Tisza védelmének érdekében, ezért a program egyik fontos eleme a szemléletformálás, amelynek kiemelt része a vízgyűjtő területet érő szennyezések megszüntetése, így pedig a folyó tisztábbá tétele. Egy kicsit közelebb került egymáshoz a benzin és a gázolaj ára, miután pénteken előbbi 3, utóbbi pedig 2 forinttal drágult. Ezt megelőzően múlt hét pénteken változtak az árak, akkor 4-4 forinttal emelkedtek. A mostani korrekció után a 95-ös átlagára 348, a dízelé 357 forint, ám az egyes töltőállomások között maradt az igen jelentős, akár literenkénti 40-50 forintos árszórás. Ennek eredményeként a legdrágább helyeken a benzin ára 400 forintot közelítheti, miközben a gázolajé át is lépheti azt. A prémium üzemanyagokat pedig még drágábban is mérhetik, írja az Autónavigátor. Június 23-án megkezdődik a Korányi Frigyes utca csomópontban az új körforgalom építése. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok első fázisában forgalomkorlátozásokra kell számítani. Június 23-án kedden 7 órától lezárják a forgalom elől a Csalóközt mindkét irányból a Korányi út Lengyel utca közötti szakaszon. Burkolatbontási, fakivágás és bozót cserjeírtási munkálatok kezdődnek. A forgalomkorlátozás érinti a menetrend szerint közlekedő volánbusz járatokat, amelyek ideiglenesen a Korányi, Eperjes, Gádor Béla, Lengyel utca, Csalóköz útvonalon közlekednek majd. A Korányi út Csalóköz kereszteződésben lévő buszmegállót a belvárosba vezető oldalon lezárják. A korlátozás előreláthatóan június 30-áig lesz érvényben. A Mátészalkai Járásbíróság 3 rendbeli bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett embercsempészés büntette miatt halmazati büntetésként 1 év 6 hónap börtönbüntetése ítélte, és 5 évre kiutasította Magyarország területéről, valamint 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától azt az ukrán állampolgárt, aki társával együtt 7 migránst csempészett át a román-magyar határon Magyarországra, majd őket autóval Németországba vitték. A másodrendű vádlott a közreműködésért esetenként 1000, illetve 600 eurót fizetett az elsőrendű vádlottnak. A vádirat szerint 2019. júniusában az elsőrendű vádlott a másodrendű telefonos utasítása alapján 4 vietnámi migránst vett fel autójába a magyar-román határszakasz közelében azért, hogy őket Németországba szállítsa. Útközben eltévedt, ezért a csengersimai határátkelőhelyen az autóból kiszállva akart tájékozódni a Budapest felé vezető helyes irányról, azonban gyanús viselkedésére a határon szolgálatot teljesítő rendőrök felfigyeltek és igazoltatták őket. Ennek során kiderült, hogy a gépkocsiban 4 Magyarországra illegálisan belépett vietnámi állampolgár ül. A nyomozás során a vádlott beismerte a cselekmény elkövetését, és a büntetés mértékére egyességet kötött az ügyészséggel. A bíróság az egyességet jóvá hagyta. A másod és a harmadrendű vádlott jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, velük szemben a bíróság elfogató parancsot bocsájtott ki. Színházba, múzeumba és a Váci Mihály Kulturális Központba is mehetünk jövő héttől. A veszélyhelyzet hivatalos megszüntetése után a megyeszékhely kulturális intézményei is megnyitják kapuikat. Azonban a mindenkor hatályos egészségügyi és biztonsági előírások fokozott betartása kötelező. 98 nap után Magyarország történetében először az egész ország területére elrendelt rendkívüli jogrend véget ért. Június 18-án a Kormányinfó jelentette be Gulyás Gergely a jó hírt. A több mint 3 hónapos leállást követően sorra érkeztek az enyhítések. A csütörtöki bejelentéstől szinte teljesen újraindulhat az élet.
Igaz ez a nyíregyházi kulturális intézményekre is. A Móricz Zsigmond Színház most már teljes nézőtérrel várja a közönséget a Rózsakert szabadtéri színpadon. Június 20-án a Tökéletes Hang című amerikai zenés végjátékot láthatják a nézők, míg 22-én, 23-án és 24-én a Tanár úr kérem című előadásra tudnak még korlátozott számban szabad helyeket biztosítani. Március 17-én bezárt a Józsa András Múzeum is, most azonban újra fogadhatja a nagy közönséget. A szokásos nyitvatartási renddel június 20-án nyit az intézmény. A hatályos egészségügyi és biztonsági előírások fokozott betartásával fogadják a látogatókat állandó és új időszaki kiállításokkal. A régészet napja azonban még nem a hivatalos nyitás utánra esik, így a programban csak online vesznek részt egy félórás ismeretterjesztő film formájában. A Váci Mihály Kulturális Központ és valamennyi tagintézménye pár nappal később, június 22-én hétfőn nyit. Ennek értelmében például az Alvégesi Művelődési Házban megtartják majd a Playmobil nyári napközis tábort is. A büntető fékezés attól függően, hogy mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűncselekménynek, de legalább szabálysértésnek minősülhet. Ezekben az esetekben a bekövetkező károkért a fékezéssel okító jármű vezetője a felelős, és a jogosítványa elvesztése mellett akár komolyabb büntetése is számíthat. Büntető fékezett, balesetet okozott, bevonták a jogosítványát a rendőrök. Ez a címe annak az egyik legutóbbi videónak, amelyet a rendőrség osztott meg a hivatalos YouTube csatornáján. Egy másik videóban a budapesti Rákóczi hídon egy önérzetes autós bevágott az előtte lassabban haladó autó elé, majd fékezett, így akarta okítani a másik sofőrt, aki viszont már nem tudta elkerülni az ütközést, így baleset lett a vége, írta a rendőrség a büntető fékezésből eredő baleset kialakulásáról. A büntetőfékezésről azt elmondhatjuk, hogy a KRESZ az akkor engedi meg a járműnek a hirtelen sebesség csökkentését, hogyha az a személy vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében történik. Tehát itt a szó megóváson van. Azért, mert valaki azért fékez, hogy a másikat megleckéztesse, tanítsa vagy felhívja valamit a figyelmet, az szabálytalan jogsértésbe ütközik. Hogyha fennáll a közvetlen veszély, egy baleset bekövetkezésének a veszélye, akkor akár még bűncselekményt is elkövethet, és büntetőjárást indítanak ellene. A rendőrség egy héten belül egy harmadik videót is megosztott a csatornáján, amelyben egy kisbusz sofőrje büntette a korábban előtte haladó kamionost. Itt az autóban az agresszor sofőrrel utazott a kisbabája is. Ebben az esetben a dunakeszi járőröket állította le a bejelentő, és kért tőlük segítséget egy út közepén ordítozó és a járművet ököllel ütő férfi miatt. Ebben az esetben a Váci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya közúti veszélyeztetés büntettének és garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a sofőr ellen, és ezzel együtt bevonták a jogosítványát is. Minden esetben van egy sértett, egy bejelentő, a rendőrség minden esetet kivizsgál, minden körülményt. Adott esetben akár még helyszíni szemlét is folytathat le, és a tényállás körülményeit tisztázza, és abból eldönti, hogy az bűncselekményt valósít meg, vagy csak szabálysértést. A totalkár.hu a büntető fékezés jogi hátteréről azt írja, a forgalomban normál esetben is kialakulhat olyan helyzet, ami vészfékezésre kényszeríti a jármű vezetőjét, ez a közlekedés velejárója. A büntető fékezés azonban nem tartozik ide, az emiatt bekövetkező károkért a másik jármű üzemben tartója, annak vezetője és a kötelező biztosító egyaránt köteles helytállni. Nagy lépést tehet a bennmaradás felé vasárnap a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás 10. helyen álló együttese az NB1 31. fordulójában a már kiesett sereghajtó Kaposvár otthonában lép pályára. Fogynak a fordulók, így egyre inkább felértékelődnek a szerzett vagy elvesztett pontok. A bajnoki cím sorsa már eldőlt, a hétközi fordulóban a Ferencváros behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán. A harmadik helyért még versenyt fut a mezőkövetés és a Puskás Akadémia, valamint a kiesés elkerüléséért is nagy harc zajlik. Utóbbiban érintett a Kisvárda, amely kedden hazai pályán egy 11-esből kapott góllal szenvedett vereséget az Zalaegerszegtől. Ebben az a fájó, hogy amit mi nem kapunk meg, azt az ellenfélnek könnyű szívvel adadják, és ez nem az első eset, mert az elmúlt 2-3 hétben erre már volt példa, hogy ez megtörtént. De hát a játékvezető is hibázhat, azzal nincsen gond, itt a nagyobb gond azzal van, hogy olyan ér adott 5. sárgalapot a Vianának, ami abszolút nem volt jogos, úgyhogy ott
változtatás lesz a hétvégén mindenképpen, mivel ő a 5. sárga miatt nem játszott. De hogy éltük meg, mindenki szomorú volt a mérkőzés után egyértelmű. Többet reméltünk ettől a mérkőzéstől, és úgy gondolom, hogy az első 60 perc az rendben is volt, kézbe tartottuk a mérkőzést, és utána sajnos nem úgy sikerült az utolsó fél óra, hogy szerettük volna. Csalódottak voltunk, hát gondolom ugyanúgy a szurkolók is, mindenki, aki a stadionban volt, mert azért ezt szerettük volna, ezt a 3 pontot itthon tartani. Ez a szép a futballban, hogy pár nappal később lehet javítani, és mindenképpen szeretnénk is javítani a Kaposvár ellen. A Kaposvár már korábban kiesett az NB1-ből, viszont legutóbbi hazai meccsükön 3-0-ra legyőzték a Diósgyőrt, majd a hétközi fordulóban teljesen más összeállításban 3-0-ás vereséget szenvedtek Pakson. Az, hogy a Kaposvár kiesett a bajnokságból, nem azt mondom, hogy játékosok megkönnyebbültek, mert az túlzás, csak az a teher, az most már úgy gondolom, hogy egy olyan lelkesedésbe csap át, hogy ők egy ilyen minden mindegy alapon tudnak futballozni, és a hozzáállásuk az a Diósgyőr ellen nagyon rendben volt, és helyenként jól is játszottak, úgyhogy a mentalitásuk az rendben volt, úgyhogy nem lesz egyszerű mérkőzés számunkra sem, de attól függetlenül is úgy gondolom, hogy azért a mi csapatunk erősebb, és bízok benne, hogy 3 ponttal fogunk hazatérni. Vannak gondjaink, mert azért attól függetlenül ugye hát a Gossi az, aki sérült hosszabb ideje, vagy legalábbis még hosszú ideig, akkor ugyanúgy a Bumbánál nem tudjuk, hogy hétvégén bevethető állapotban lesz-e. Apró sérülések átláthatják a két belső védőnket, a Berioszt és a Kravchenkót. A Vianának ugye ez az 5 sárgalapos eltiltása, de attól függetlenül a keretünk az tudja kompenzálni bőven ezeket a hiányzókat, úgyhogy aki megkapja a lehetőséget, az úgy gondolom, hogy élni akar, és élni is fog azzal, hogy ott a csapatba szerepelhet. A Kaposvár-Kisvárda mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Budapest Honvéd, Mezőkövesd-Molfehérvár FC, Puskás Akadémia Paks, Ferencváros Újpest és Debrecen Diósgyőr. Most pedig jöjjenek kiemelt híreink, még egyszer röviden. A hónap végéig van idejük a mezőgazdaságban érintett vállalkozóknak arra, hogy online kitöltsék a Központi Statisztikai Hivatal felmérését. Az Agrárcenzus 2020 segítségével egy teljes mezőgazdasági térkép alakulhat ki. Azokat az egyéni gazdálkodókat, akik nem élnek az internetes válaszadás lehetőségével, összehívók fogják felkeresni az előzetes tervek szerint szeptember folyamán. Év végéig akár 40 ezerre is nőhet a diákhitelt újonnan igénylők száma, az általuk kért összeg pedig 30 milliárd forintra emelkedhet. A napokban derült ki, hogy továbbra is mélyponton 1,9%-on marad a diákhitel 1 kamata, és a következő fél évben is kamatmentesen vehető fel a diákhitel 2 és plusz. A hallgatóknak nyártól több változásra is fel kell készülniük. 505 ezer euróból, vagyis több mint 170 millió forintból indult el 3 ország együttműködésével egy 2 éves program, amelynek keretében felmérik a Tisza, a mellékfolyói, valamint az egész vízgyűjtő területének ökológiai állapotát, és amelynek eredményei hozzájárulhatnak a folyó természeti értékeihez és azok megőrzéséhez is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 19-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombaton este pedig heti hírösszefoglalónkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!